Sziasztok! A mai az egy picit ilyen random beszélgetős videó lesz. Akik követnek a különböző közösségi média oldalakon, azok tudhatják, hogy nagyjából egy hónappal ezelőtt született meg a kisfiunk Vince, és rengetegen érdeklődtök arról, hogy hogy vagyunk, hogyan telnek a hétköznapjaink. Aki esetleg nem látta az előző videót, amiben arról mesélek, hogy hogyan is született Vince, illetve hogyan teltek az első napok, azoknak beteszem ide föntre, illetve a videó alatti leírásba, érdemes esetleg azt is megnézni, hogyha érdekel titeket. Először egy picit mesélek magamról, hogy én hogy vagyok, mert ez talán rövidebb, és akkor utána pedig rátérünk Vincére. Március 11-én született Vince, vagyis most kedden volt egy hónapos, és császármetszéssel született. Hát az az igazság, hogy a műtét utáni első néhány nap az eléggé rossz volt. Sokkal jobban fájt minden, és valahogy nehezebb volt minden, mint a Lilivel való császármetszés után. De nagyjából a műtét után másfél héttel volt a varratszedés, és a varratszedés után klasszisokkal jobban éreztem magam, napról napra múlt a fájdalom, és most már tényleg gyakorlatilag semmilyen panaszom nincsen, abszolút jól érzem magam, nem fáj semmi, ugyanúgy csinálok mindent, ahogyan korábban is. Körülbelül 2 hét múlva megyek majd a 6 hetes kontrollra, úgyhogy remélem az orvosom is megerősíti, hogy tényleg minden rendben van. Aludni nem sokat alszom, tehát állandó kialvatlansággal küzdök, de szerintem azért egészen jól bírom a kevés alvást. Jó, vannak azért holdpontok, ezt nem tagadom. Általában olyan 5-6 órát sikerül aludnom 2-3 részletben éjjel, ami hát nem túl sok, de reméljük, hogy lesz ez majd még több is. Térjünk akkor rá Vincére, hogy vele mi újság, mert gondolom ez azért jobban érdekel titeket. Majd ide-oda-amoda beszúrok róla képeket, mert hogy volt a kórházban is ilyen babafotózás, amikor azt hiszem 2 napos volt talán, illetve másfél hetesen itt nálunk is volt egy ilyen újszülött fotózás, meg hát természetesen én is szoktam róla a képeket csinálni, amiket felszoktam tenni Instagramra is, úgyhogy kövessetek ott is, hogyha esetleg ott még nem követtek, mert ott is találkozhattok azért vele. Most voltunk ugye kedden az egy hónapos státuszon, minden rendben van vele, szépen hízik, szépen növekszik. Anyateljes baba, tehát szoptatom őt, viszont nem időre etetem, hanem amikor ő éhes, de most már azért napközben kibír nagyjából 2,5-3 órát, éjjel van, hogy ennél többet is, tehát néha 4 órát is, tehát éjjel is fel kell enni, mert volt, aki kérdezte, hogy végig aludsz-e már az éjszakát, mondtam, hogy nem, de szerintem ez egy hónapos babától nem túl meglepő, hogy nem aludsz-e végig az éjszakát, illetve még nagyon sokan szoktak kérdezni, hogy jó baba-e. Ezt a kérdést én nem tudom igazából értelmezni, alapvetően nem egy sírós baba Vince, persze vannak néha neki is rosszabb napjai, hogyha időváltozás van, meg frontok vannak, vagy szelesebb az idő, akkor ő is nyűgösebb, de alapvetően nem egy sírós baba. Egy dolog van, amit nagyon nem szeret, és az a fürdetés. Pedig reménykedtem, hogy nála nem így lesz, ugyanis Lili az első 3,5 hónapban végig üvöltötte a fürdéseket, és nagyon bíztam benne, hogy Vincénél nem így lesz. De hát sajnos egyelőre ő sem szereti a fürdetést, úgyhogy azokat mindig végig sírja, de egyébként alapvetően azt gondolom, hogy nem egy sírós baba. Én nem mondanám különösebben hasfájósnak sem, tehát amíg Lilinél azért így az első hetekben este úgy masszívan 1 órát végig sírt, mert fájt a hasa, Vincénél egyelőre nincs még ilyen, de ezt gyorsan lekopogom, és nagyon remélem, hogy nem is lesz. Aztán amit még nagyon sokan kérdeztek, az az, hogy hogyan alakul Lili és Vince kapcsolata. Ugye ezt mondtam az előző videómban, hogy amikor ugye Vincével hazajöttünk a kórházból, akkor Lili néhány napon keresztül gyakorlatilag teljesen ignorálta Vincét, tehát egyáltalán nem foglalkozott vele. Aztán utána elég durván elkezdett kijönni a féltékenység, gondolom addigra realizálta, hogy Vince most már mindig itt lesz velünk, és nem visszük vissza. És hát ez nagyjából egybeesett azzal az időszakkal, amikor már egyedül voltam itthon a 2 gyerkőccel, és ott azért voltak Lilinek elég brutál hisztiei. Persze ő most ugye a DAC korszakban van, tehát amúgy is hisztizik, de ott azért volt egy-két elég durva nap, amikor nagyon-nagyon durva dolgokat produkált.
Viszont mostanra meg már kezd barátkozni Vincével, tehát szokott olyan lenni, hogy csak úgy oda megy hozzá, és nézegeti, meg mondja, hogy de cuki. Most már azért alakul a dolog, de még mindig nincs meg az nálunk, amit nagyon sokaknál látok, akiknél hasonló korkülönbséggel született testvér, hogy ott szeretgeti, meg puszilgatja a testvérét, szóval ez így nálunk nincsen, hogy így magától oda megy Lili, és akkor elkezdi ott simogatni, meg ölelgetni, meg nem tudom. Ezt nekem anyaként azért még mindig elég nehéz megélni, meg amikor látok ilyen képeket, akkor mindig úgy kicsit összeszorul a szívem, hogy nálunk ez még nincs meg, de hát remélem, hogy előbb-utóbb azért nálunk is kialakul. Sokan kérdezték még azt is, hogy nem zavarják-e egymást az éjszakai alvásban, mert hogy Lili és Vince ugye egy szobában vannak, és szerencsére nem. Mondjuk Vince, amikor felébred éjjel enni, akkor nem úgy ébred, hogy egyből sír, hanem először még úgy mocorog, meg úgy mozgolódik, és én általában már erre felszoktam ébredni, tehát meghallom ezt, ahogy így mocorog. De volt már olyan egyszer, hogy arra keltem fel, hogy már sír, és Lili akkor sem ébredt fel, szóval így szerencsére nem zavarják egymást. Illetve olyan is volt, hogy Lili valamit álmodott, és elkezdett álmában kiabálni, de Vince nem ébredt fel rá. Szóval éjjel nem zavarják egymást az alvásban, viszont napközben van olyan, hogy Lili elkezd sikítva, visítva rohangálni a lakásban, és arra van, hogy felszokott ébredni Vince, nem mindig. De napközben azért előfordul, hogy Lili felébreszti Vincét a hangoskodásával, de hát reméljük előbb-utóbb Vince majd hozzászokik ezekhez a zajokhoz. Sokan kérdeztétek még azt is, hogy mennyire van segítségem. Az első 5 napban a férjem volt itthon, ugye kivette ezeket az apanapokat, amit ugye a munkahelyen ki lehet venni gyermek születésekor, úgyhogy az első 5 napban ő volt itthon velem, aztán utána 3 nap volt itt anyukám, és hát azóta gyakorlatilag nagyjából egyedül vagyok itthon a 2 gyerekkel, ami hát néha elég durva, megmondom őszintén, mert hogy Lili szerintem úgy önmagában egy 2 emberes gyerek, tehát hogy nagyon eleven, nagyon aktív, mindig kell vele foglalkozni, kell vele csinálni valamit, és hát ugye mellette pedig ugye itt van Vince, mert nem az van, hogy etetem, és akkor utána alszik 3 órán keresztül, és meg se nyikan, mert sokszor van, hogy nyűgös, kézben szeretne lenni, és hát így a 2 gyereket úgymond összehangolni, hát nem egyszerű, viszont vannak olyan szerencsés napok, mint például most is, amikor egyszerre alszanak délután, az nekem mindig nagyon jó, mert olyankor nyugiban tudok foglalkozni bármivel, amivel szeretnék. Szóval vannak jobb napok, vannak rosszabb napok, amikor általában csak a túlélésre hajtok, és olyankor nagyon várom, hogy a férjem hazaérjen munkából. De ő egyébként általában tényleg szokott segíteni, amikor hazajön, tehát akkor ő foglalkozik általában Lilivel, hogy én tudjak nyugiban Vincével foglalkozni, meg a fürdetéseket ő csinálja, tehát ő fürdeti Lilit is, meg ő fürdeti Vincét is. Általában egyébként úgy szokott lenni, hogy Vince fürdik először, ő így korábban, tehát ilyen 6 óra környékén szokott fürdeni, és akkor Lilit 3-4-8-8 környékén szoktuk fürdetni, úgyhogy szerencsére nem üti egymást egyelőre a 2. A házi munka elvégzésével kapcsolatban pedig igazából annyit tudok mondani, hogy amikor jó napunk van, akkor mindent meg tudok csinálni, amit szeretnék, tehát főzni, mosni, teregetni, takarítani. Amikor pedig nagyon rossz nap van, tehát nyűgös mindkét gyerek, vagy Lili hisztizik sokat, akkor meg próbálom ezeket félretenni, és nem stresszelni azon, hogy most éppen nem tudtam főzni, vagy nem tudtam kitakarítani, de azért én általában meg tudom csinálni ezeket a dolgokat. Nyilván most nem ilyen nagyon bonyolult kajákat főzök, hanem ami gyorsan megvan, tényleg csak oda kell tenni, és megfő magától, úgyhogy most azért nem kísérletezgetek ilyen mindenféle izgalmas receptekkel. Amit még nem sikerült megoldanunk, az az, hogy én egyedül 3-asban ki tudjak menni az utcára a 2 gyerkőccel, és ennek az az oka, hogy Lili 1,5 éves kora óta nem hajlandó babakocsiba ülni, nem is motorozik, meg nem is rollerezik, meg semmi ilyesmi, tehát hogy ő a 2 lábán megy, de leginkább szalad. Na most Vincét meg ugye nyilván a babakocsiban tolom, na most képzeljétek el azt a szituációt, hogy Lili elkezd rohanni, én meg próbálok utána rohanni a babakocsival. Elég forgalmas út mellett lakunk, és én tényleg rettegek attól, hogy Lili fogja magát és kirohan az útra, úgyhogy eddig még nem mertem az utcára kimenni velük egyedül. Általában mindig akkor megyünk ki, hogyha a férjem már hazajött, és mondjuk még jó idő van, meg hát ugye természetesen hétvégén.
Most igazából tervezem, hogy egyelőre kölcsönzök majd valamilyen babahordozót, és akkor ugye Vince az rám lesz kötve gyakorlatilag, és akkor úgy mégis kicsit szabadabban tudok mozogni és menni Lili után. Én ezt látom egyelőre megoldásnak, vagy pedig ezt a gyerekhámot, amit így rá kell rakni, sokan póráznak hívják. Tudom, hogy vannak, akiknek a szemében ez valami gyerekkínzás, meg valami nagyon kegyetlen dolog, de ha valakinek van egy olyan aktív és mozgékony és engedetlen és szófogadatlan gyermeke, mint nekünk Lili, akkor azt tudja, hogy ez a gyerekhám, ez nem azért van, hogy mi kínozzuk a gyereket, hanem a saját testi épsége érdekében. De még nem sikerült ennek a gondolatával megbékélnem, úgyhogy először kipróbáljuk azt, hogy Vincét hordozom, és úgy sétálunk Lilivel. Hát remélem, hogy összejön, mert most már ugye azért elég sokszor nagyon jó idő van, és tök jó lenne kimenni játszótérre is Lilivel, de egyelőre ezt még így hármasban nem tudtuk megoldani. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy sikerült mindenkinek válaszolnom a kérdéseire, akinek esetleg nem, az mindenféleképpen kommenteljen a videó alatt. Hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg, és kövessetek Instagramon, mert szoktam ott ilyen élő bejelentkezéseket csinálni, és ott is mindig válaszolok a kérdéseitekre. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!